Ligetváros. Ez a cima annak a kiadványnak, amely a Városliget átépítését népszerűsíti. 16 oldalas, és az elmúlt hetekben 750 ezer példányban nyomtatták ki, hogy aztán Budapest szerte terjesszék. Az újságot az adófizetők pénzéből készítette a Liget átépítéséért felelős Városliget ZRT. Megtudtuk, a kiadványért 40 millió forintot fizetett az állami cég. Azt közölték, az árban benne volt egyebek mellett a magazin új kreatív és vizuális koncepciójának díja, a szerkesztés, a cikkek, a fotók és a nyomdai gyártás. Fogd meg, uh -huh. ha ez egy ilyen van. Uh -huh. Hogy megtudjuk, ez sok vagy kevés, megkerestük a saját nyomdával is rendelkező Lapkom csoport vezérigazgatóját. Szia Balazs. Egy fura dologba kérem a segítségedet, de úgy zafort kellene. Vallagi Ferenc ezután hosszas számolgatásba kezdett kollégáival. Arra jutottak, ők ugyanezt a darabonkénti 50 forintos ár harmadából ki tudták volna hozni. Sem a megrendelőt, sem a szállítót nem ismerem, sem a körülményeket nem tudom. Azt tudom, hogy mi a saját nyomdányban ezt a kiadványt 25 óra alatt képesek vagyunk 750 ezer példányba kinyomtatni, és darabjáért úgy kérnénk 14 forint 50 fillért, hogy ezen még a mi cégünk tisztes haszna is rajta van. A DK-nál azt mondják, megint egy Fidesz közeli vállalkozó gazdagszik az adófizetők pénzén. Meglepődtünk volna, hogyha nem egy Fidesz közeli vállalkozó vitte volna el a ezt az első, egyik első megrendelését. Az újságot a Network 360 nevű cég készítette. A társaság egyik tulajdonosa Cseténi Csaba. Az üzletember érdekeltségei az elmúlt időszakban egymás után nyerik a nagyértékű közbeszerzéseket. Részt a kormány több 100 millió forintos plakátkampányában, amelyben a menekülteknek üzennek. A kóta ellenes népszavazási kampányra fordított összegből is részesültek, és nyertek a kormány 25 milliárdos kommunikációs feladatokra kiírt pályázatán is.